Ezek a napelemekből álló táblák termelik az áramot az erőműben, és ennek az úgynevezett inverternek a segítségével az elektromos hálózatba kerül a megtermelt energia. Ma Magyarországon 5 darab ilyen erőmű van, ez 500 kW-ot termel, valamivel 500 kW alatt van, ez kis erőműnek minősül. Közvetlenül az E.ON hálózatra termel rá egy saját tulajdonú transformátoron keresztül. Ez nyilván nem dedikáltan a lakosságnak menő energiaszolgáltatás, hanem mondjuk úgy, hogy ez belemegy a nagy közösbe, és onnan az E.ON átveszi. A beruházás 4 éve kezdődött a tervezéssel, de a legtöbb idő a különféle engedélyek beszerzéséhez kellett. A napelemparkot egy győri cég építette fel, ennek a technológiának az egyik legnagyobb előnye a gyorsaság. Ha a családi házas megoldást nézzük, és azt mondjuk, hogy egy családi házra 3, 4, illetve 5 kW-os rendszereket kell feltelepíteni, akkor azt 1-2 nap alatt elvégzik a kollégák. Ha egy ilyen 500 kW-os napelemparkról beszélünk, akkor ha az engedélyeztetési időt leveszük belőle, akkor úgy gondolom, hogy egy 3-4 hónap alatt össze lehet rakni úgy az egész projektet, hogy az tudjon már termelni. A Veszprémi önkormányzat energetikai koncepciójában már évekkel korábban döntést hozott arról, hogy előnyben részesíti az intézményeiben az újrahasznosítható energiát. Miközben mi elkészítettük ezt a stratégiát, van egy olyan vállalkozó Veszprémben, aki a stratégiában megfogalmazott célokat elkezdi megvalósítani, tehát megelőzött bennünket, hiszen mi is a következő 7 éves ciklusban tervezzük azt, hogy az intézményeinknek a energiaellátását lehetőségeink szerint megújuló energiával szeretnénk minél szélesebb körben kielégíteni. Magyarország jelenleg mindössze 8% zöld energiát hasznosít, ezt a következő Európai Unió ciklusban 15%-ra kell növelni. A következő hónapokban kell azt a kérdést teljes egészében lezárni, hogy az állam, illetve az Európai Uniós pénzek miként tudnak ebben a lakossági energetikai korszerűsítésben megjelenni. Beszélhetünk akár egy olyan programról, ami a önálló lakáscélú ingatlanok ilyen típusú korszerűsítését célozza, vagy pedig olyan programokra, ami Magyarországon előállított ilyen típusú eszközöknek az ártámogatását. Ez ma még egy nyitott kérdés, amiben a kormánynak a következő hónapokban kell döntést hoznia. Az államtitkár azt is hozzátette, hogy egy új támogatási rendszer kialakításával rövidülhet a megtérülési idő, ami vonzóbbá teheti a zöldmezős beruházásokat.